Na, menjünk be egy kicsit, van, kívüljük fel a Celestiát, és... egy csillagászati program, amivel lehet nézegetni egy kicsit a területet. De már ezt sokat gyötrött, hogy ezt a körülbelül készült, végül, hogy most, ez, most a kis herceg rángatja az egeret. Ez a gyönyörű szín, az Io, ez a Jupiter holdja, ezt még annak idején holdjai fedezte föl, persze még nem látta ilyen gyönyörűet közelről, hanem ezt már űrfelvételek alapján tudjuk, hogy hogy néz ki. Ez most így néz ki ebben a pillanatban. A Jupiter négy legnagyobb holdja, ezt meg tudjuk nézni. A Jupiter egyszerre is akár rá lehetne. Itt a Jupiter, tehát a holdtól számítva így néz ki a Jupiter magyar távolságban van. És az az érdekesség ennek a programnak, hogy ez nem kép, hanem térbeli, és még mozog is. Tehát ha elengedem az időt, akkor kering a hold, és közelről, távolról meg lehet nézni, arányaiban meg lehet nézni, hogy az Io mekkora Jupiter mellett, ugye kicsike. Mert a Jupiter egy hatalmas nagy bolygó. Ez már a Föld. Nem, hogy ezt legalább ismeritek. És az érdekesség az, hogy látszanak, hogy hol fogyaszt energiát a Föld. Tudni, a az éjszakai kivilágítások így látszanak a világűrből. Ez a hold. Ez volt az a pont, puf, belemadt a holdba. Látod, milyen űrhagyos? Olyan, mint egy lyukat, egy ilyen hold, ez a fele van a holdba, még a játékban. Szóval ez az Io. Io egyébként mondjuk olaszul annyit tesz, hogy én. És hazamegyünk a holdhoz, vagy a Földhöz. Hát most már este van. A világűrben nincsenek ilyen feliratok a tájékozódáshoz. Igen, a világűrben nincsenek feliratok. De még lehet. Vagy egy bármely táblát. Most még sem töltöttük le a részletesek. Van neki nagyobb mondású változata is, vagyis hogy belehet nagyítani, és akkor még a városon is látszik. Ez most látszik, hogy a természetesen a felül az... Eurázsia, Ausztrália, Arab-félszíne, vissza. Ott, ahol a nagy felül van, nagyjából ott volt Atlantis, ott süllyedt el, ahol a nagy felülmény van rajta. Ott középen, és ott volt körbe Atlantis, az egyetlen, és ez első. Ha menjünk a holdra, ez a holdnak a föld felől is mindig látható oldala. Ezt láthatjuk a tárcsóra. Túloldalát soha nem láthatjuk, pontosabban egy egész kis, néhány fokos vibrációja van, billegése van a holdnak, mert a holdat egy rendszer állandóan szabályozza. Ezt ugye a csillagászaink nem tudják, pedig már rájöhettek volna, hogy a szabályozás olyan furcsán történik, ahogy nem is történhetne a természetes folyamatok folyamán. Rájöttek volna, mert a billegés sztohasztikus. Na most nem jöttek. Hogy hallottak róla, nem tudják megmagyarázni. A holdról nézve így néznek ki a
föld fel kell. Gyönyörű. Látszik rajta, Amerika, Afrika. Éppen, és ez éjszakai városi látszik rajta. Ott, ahol fény van, ugye a tengerpartokon körben, de a nagyvárosoknál ott van fény, és látszik, hogy, hogy bizonyos területek fölött meg alig vannak. Afrikában például alig vannak kivilágított városok. És hogy milyen vékony a légkör? Köszönjük? Milyen vékony a légkör, az is látszik rajta. Azt jelölt az a vékony világos kétság? Nézegessük meg a holdnak a túloldalán. Látszik a holdnak a túloldalán az a, látszik a holdnak a túloldalán az a rész, ahol neki ütközött a Földnek. Egy nagy kerek, őrült nagy kerek kráter látszik rajta. Aha. Hát igen, csak ott van. Ott van. Ott van neki. Látod azt a többszörös gyűrűt? Ott van neki a Földnek, ott ütődött neki a Földnek. És hát ez a Földnek a, akkoriban majdnem a teljes pusztulását okozta, egy jégkorszakot váltott ki. Holdról iszonyatos mennyiségű, ilyen mínusz 200 fokos porozódult rá a Földre, amitől is egy pillanat alatt befagytak a tengerek. Hát ez egy őrült nagy hideg kőtömeg volt, portömeg, ami leütötte, kinattatta az óceánokat, befagytak és így befagytak az óceánok. Szóval nagyon konzerváltak benne. Tessék? Jó konzerváltak benne. Hát aztán vége lett. Na menjünk tovább. Talán a naprendszerben nézzük meg a Vénuszt. Igen, mert hogy, hát hogy hallottunk. Ezek a kék ábrák, amik látszanak itt a háttérben, ezek a különféle csillagképek, amelyek nagyon szarul vannak összekötve a csillagászati térképeken. Tehát ilyen krikszkrakszal látszik rajta, hogy a fejében nem jelenik meg a kép, és valamiket odahoz rá. Most felszálltunk a Holdról. Most éppen hátulról látjuk, vagy a sötét oldalát látjuk a Holdnak, ott a nap. Arról megjelent. Lent volt a nap, igen, most miért nézsz vissza? Ott a nap. És a napot ott semmi, a világűrben semmi nem gátolja, hogy süssön. Úgyhogy nem veszélytelen a világűrben a nap. Tudnék, gamma, röntgen és mindenféle sugárzást is ad, nem csak fény, hanem meg ultraviolet, de olyan erejűt, amilyet elképzelni nem tudsz. Mert egy űrvilágűrben nagyon jó szigeteléseket kell csinálni, hogy ezeket kifújjuk. Arról nem is szólva, hogy a napfoltok látszanak a napon nagyon szépen. Valóban ilyen foltok vannak a napon, ha belemelítasz, és ezek lényegében azok a hideg helyek, ahová visszaérkeznek a flerek. Tehát a napon ilyen fákjaszerű kitörések törnek ki, és ahol a nap mágneses tere mentén visszakanyarodnak a napra, és ahol becsapódik vissza az anyag a napba, ott az már hidegebben lejutott, miközben száguldozott, mire visszaér, már hidegebb, mint a napfelszíne, és ezért egy folt keletkezik ott, ahol becsapódik ez az anyag a napfelszínébe. Nézegessük meg a bolygókat. Ez a Vénusz. Hát lényegében a Vénuszról nem sok okosságot lehet mondani, mert a Vénusz egy felhőkkel borított, ez van, mert de nem van, mert maradhatsz a Merkurnál, ne valgálj össze-vissza, legyen a kezdjük el, ez a legbelső bolygó, a Merkur, származik hozzá. Ez lényegében akkora, mint a Holdunk, nem sokkal térem méretben, tehát ez bolygó ugyan, de nem is így néz ki a valóságban, hanem inkább úgy néz ki, mint a Holdunk. Kicsit látszik, hogy ez barna látható, de a valóságban az is olyan szürkés, mint a Holdunk, és ugyanúgy tele van kráterekkel. Egy nagyon öreg Hold, levegője nincs, 4-600 fok meleg van rajta, bizonyosan napsütötte helyeken. Tehát, hogy mondjam nektek, ez nem igazán lakható. Ja, 600 fok meleg van, az olvatlan csalódik, hogy csörgedezik a patakba. Úgyhogy az már nem igazán nevezhető lakatlan. És nem mindig kerített a naprendszerben. Ez egy naprendszer katasztrófájánál elszabadult volt, valamelyik bolygónak a holdja volt, ami azt elszabadult, és aztán bolygópályára állt a nap körül, azt most bolygószerűen kerít. Tehát azt hívjuk bolygónak, ami a nap körül kerít. Ami egy bolygó körül kerít, azt meg hol. Mi ez a gondolat körülött? Ez a Merkur.
alatt, tehát a Merkurnak nincsen holdja, a vírusnak sincsen holdja, amit már láttunk egy olyan kávébarna színű bogyolót. Valójában nem sok elképzelésünk van róla, bár már van radar kitérképünk a Vénusz felszínéről. Leszállt már több Vénuszonda a Vénusz felszínére, általában csak egy-két percig működtek, aztán a meleg miatt az is megdöntött. Olyan meleg van, 600 fok meleg van a Vénuszon, és olyan nagy a légnyomás, 90 atmoszféra légnyomás van, az olyan baromi nagy, hogy ott aztán minden szép megy, és abban a melegben meg nem bírták a hűtéssel. A műszerek mind leálltak, mert egyszerűen a hűtés hiányzott neki, és megdöntött. Aztán már végén az utolsó szondát az oroszok szinte csak hőszigetelésből csinálták meg, és akkor már néhány perces közvetítést adott a Vénusz felszínéről, ami egy ilyen kiégett bolygó felszínűt. Nem sokat veszünk róla. Tehát szerelmesek nem nagyon tudnak, hogy sétálni az a helyzet. Így próbálja ez a celeszi ábrázolni. Mindig felhőborítja a Vénusznak a légkörébe, a nagy meleg miatt állandóan felhők vannak. A légköre belélegezhetett a helyén lakhatatlan, úgyhogy itt egy hamar nem igen fogunk ide költözni. Menjünk tovább a földnél módon, menjünk a Marshoz. Ott a Mars. A Mars az másfélszer olyan távol kering a naptól, mint a Földünk. És hát jóval kisebb, mint a Föld, de még éppen meg tudná tartani ezt a fajta légkört, ezt a nitrogén-oxigén keveréket, hogy tök majd arra tudjuk, hogy ne takarjam ki a kérdőnek elől a hidrátortől. Nem? Nem? Így látszik? Jó van. Tehát a Mars egy ilyen rozsdás Mars, rozsdakinézésű vörös színű bolygó. Valóban nagyon sok vasvegyület van a felszínen, a pusztulásakor nagyon sok anyag semmisült meg, vas is, vasból készült termékek is. A Mars legnagyobb fegye az 30 km magas, ahhoz képest, hogy sokkal kisebb bolygó, mint a Föld. Mi a Földön ugye 9000 méter magas hegy sincsen, mert a 8800 méteres a csomagunk a legmagasabb a Himalájában, és aztán ez a legmagasabb egy, meg még 30 km-es vulkán is van, aminek a csúcsa pereme 30 km magas. Az nagyon érdekes, ahol most tartasz, ott látszik egy ilyen nagy repedésszerű a Mars oldalában, ott, ahol a Nyúl van, és itt súrolta meg a Marsot valami, egy kisbolygó, ugye elment mellette, megsúrolta, és ez a szakadék itt végig, ez egy 5500 km hosszú szakadék, 5 km mély. Tehát az, hogy jól a ködröt vágott, és leszívta a Marsról a légkörét meg a tengerét. Ez egy munkám eredménye, az a levezetés, amikor is pontosan nyomon követhetővé tettem ezt a történetet, tehát ezt a becsapódást. Ezt elküldem már neked, nem hiszem, hogy nem. Hát ezt az internetre is már hivatkozunk rá. Kirakom. Tehát pontosan nyomon követhető a történet, hogy honnan jött be, hol esett darabokra, hol gurult egyet, hol pattant a darabja, hol minden. Az érdekes egyébként, itt nem látszik sajnos, nem sikerült még letölteni a sokkal részletesebb Mars térképet, de pontosan láthatóak olyan táterek a... Az én lapomon van erről egy nagyon szép fénykép. Erről a szakadékról. Tehát olyan kráterek láthatóak a szakadék szélén, ahol is a kráter belerúg a szakadékba, de láthatóan a szakadék lenyesett a kráterből. Mert ilyen tektonikai mozgás nincs, ami lenyes. Hát akkor... A félbe vágta, már így úgy látta, de korábban ez a kör, ahogy elszámolódott, és bum, levitte a fejét a kráternek. Na, ilyen tektonikai mozgás nem vagyok képzelhető. Ezek az izgalmasak. Tehát nyomozni pontosan szépen, ahogy a csillagban az éjjel úgy érdemes, hogy aztán később ne lehessen egy szkeptikus, ne tudjon akárhogy csak leszólni azt a munkát. Fotos, jó, Marsok? Fobosz, a Fobosz az a Marsnak ilyen kisméretű, 50 km-es holdja.
És ez ilyen a rossz? Egy gyorsan kerék azért megy ki a képből. Ez egy nagy ilyen, ilyen alapú szikla, amit látsz. Kilométer az átmérője. Laphosszúsága 2,5 óra, hőmérséklete 215 Kelvin. 215 Kelvin az azt jelenti, hogy olyan nagyon hideg nincsen, olyan mínusz 60 fok lehet rajta, tehát hogy mondjam, de a nagyon hideg az ennél nagyobb. De, tehát a mínusz 60 fok van, az már azt jelenti, hogy már és mint a látható, hogy megsorozták volna. Mint hogyha valami hőháborúknak a hulladéka lenne, de azt tudni kell volna, hogy ennek a belseje üreges, és azért sorozták meg, mert ez egy űrbázis, egy hadi űrbázis. Most is működik. Tehát az benne az érdekes, hogy ez lapot, most is lapot, és tele van ilyen nagyható sugarú űrfegyverekkel azért, hogy védje a naprendszert. Ez nekünk jó, mert mi nem tudnánk megint. A Nomen est Omen, mert a két holdnak a neve, az egyiknek az a neve, hogy félelem, a másiknak az, hogy rettegés. A Deimos a másik hold, és keresünk a Deimos, most beszélünk közel. Ki ilyen van Deimos? Ember ilyen. Ott van, megvan. Ez is egy ilyen nagy fizikai krumpli. De hát azért, mert ilyen krumpli kinézésű, szóval jó. Nem gömb. Szerintem ez csak ilyen törmelék, ilyen űrtörmelék, ami holdpályán állt a Mars körül. Gravitációja miatt azt ott kerül. Ez is ugyancsak űrbázis. Tehát igazából egy kicsit álcázott, mert hogy messziről nézve ez csak egy ilyen szikladarabnak néz ki, de közben ez egy űrbázis. Ez is üreges belülről, azért tud olyan közel keringeni a Marshoz, mert belül üreges. Tehát elárulja az, hogy üreges, hogy közel kering. Mert már rég le kellett volna zuhanni a Marsra, na most akkor menjünk a következő Ceres kisbolygó. Meg akarom nézni, hogy Ceres ott van. 6000 km-es sugara. Jól olvastam? Igen. 6 km. 6000 km az még a holdon sincs. Most 30 km-re van itt tőle. A Földnek 6000 km-es sugara. Itt? 30 km-ről ránézni, hogy így néz neki. Tehát ilyen távolságban? 50 km-ről így néz neki. És tovább. Már látszik a különbséget, 100 km-ről már látszik a különbséget. Igen. A Mars távolsága, ami érdekes. Ha menjünk a Ceresre, nézzük meg, az is egy kis bolygó. Hasonló, csak ennél jóval nagyobb. Tehát a Ceres az egy kis bolygó, ami holdópályán kering, ez már gyomszerű, látod? Ez is egy elszabadult hold, jól lehet látni kinézésre. A sok kis bolygót lefényképeztek űrszondák már, tehát azért az emberiség valameddig már eltávolodott a világűrbe, a környező naprendszerről már valamiket tudunk. Menjünk tovább, Jupiterhez a holdjaival. Nem, hagyom a Marsot. Egy tök. A Jupiter ott van, látod, már innen nézve már milyen kicsi volt a nap. Ez a Jupiter, és nem véletlenül ennyi karika körülötte, ennyi hold kering körülötte. Azok a... Így látod ezt a dzsungelt, ezt a dzsungelt. Ennyi volt ezeken a pályákon kerik körülötte. Vannak a... Gyorsítsuk meg az időt. Elég lassan kerülnek. Most 10 milliószoros időt látunk. Ott rohangál a Földnél a Vénusz. Nézzük meg a négy legnagyobb oldját.
Jupiternek, a Jupiter táblákon. Ez rajta van a CD-n, a univerzitás CD-n a program, tehát játszhatsz vele. Ez is egy nagyon érdekes hold. Ezen ilyen szálas akármik vannak. A közeli nagyításban van nekem az Európára képen, láthatóan mesterséges dolgok vannak rajta, mert ilyen úgy képzeld el, mint hogyha ilyen 50 km-es csöveket össze-vissza dobált vastagságot, 20-30-50 km vastagságú csöveket, vagy egy szállat, nem tudom, milyen rágot, rá tekertek volna a bolygóra, de így keresztül kasul, mint a gombolyagot. Pedig egyik át, vagy a másik fölött láthatóan az árnyékokat, ahogy vetik. De mi a csoda? Nem tudja senki. De ezért vannak érdekességek, a közelünkben is. Érdekes még a Ganymedes, Kaliszkó, ott van rajta, az is jó, a Ganymede, arról. Kapi is a Kaliszkó, ott van, itt a Ganymede. Itt van a fölött. Jó lenne ilyen gyors irányú, hogy itt körbe járunk, ugye? De már virtuális irányok van. Már ez a Kalisztó, ez is egy ilyen kihalott volt. Csak az érdekes, hogy ez neki, mint a jéghold lenne, a felületén ilyen becsapódási dolgok vannak, de mint hogyha az egészet vízborította volna, és befagyott volna. Aztán a por rászorított volna a jégre. Úgy néz ki az egész. Igen. És ezzel feltételezik, hogy ebben a nagy óceánban élet lehet. Tehát a hőmérséklete miatt a mélységekben ott élet lehet. Nem is lehetetlen, hogy van. Ez nagyon megrehet, hogy a fétornak az óceánjai vannak itt egy gondolva, ami egy gondolva a Jupiter és a Mars között, de akkor volt a Földön is katasztrófa. Nézzük meg még a Galileo-t. Az a negyedik nagy hódja, a negyedik Galilei volt. Így néz ki. Most a következő bolygó nagyon szép, az is egy óriás bolygó. Hát a Föld az egy kis porban fénykül semmi hozzá, ehhez képest is. Tehát nem a Galileihez képest, hanem a Jupiterhez képest, amit ő vesz kell. Ez egy bolygó, ez is egy bolygó. Én az úrról kapcsolatban mutassam. Mutat egy napfogyatkozást a Jupiterre. Ez azt jelenti, hogy azt a pontot keresi, mikor vett árnyékot a Jupiterre ez a volt. Az a kis föld, látod? A föld, az körülbelül abban a sárga színű fontban ült, most a hold mellett van égben, jobbról, abba beleférne. Tehát, nagy ez a Jupiter. Tehát ez, a föld az körülbelül ekkora lenne, hogyha így rátennénk egy nap messzire. Most az arányaiban már nem tudom, a holdon veszünk, de ez ilyen nagy lenne a föld körülbelül. Tehát azért az, jó van ez a Jupiter, az a földhöz képest. Jó van. Nézzük meg a Szaturnust, nagyon gyönyörű, innen a Jupiter, tehát onnan, hogyha a holdról néznék, ilyen nagy, az egész betöltő hatalmas nagy holdot látná. Jupiteren is 500 km-es szélviharok dúlnak, ilyen a párhuzamosan futnak a holdról, azért vannak ezek a csíkjaink, mert ezek iszonyatos sebességű szélviharok, amik az egyik erre fúj 500-al, a másik erre fúj 500-al,
és ilyen, a szélénél ilyen törvények szoktak végigkeletkezni. Beengedtek oda egy szondát, leválta a felderítő szonda, le akart menni a Jupiterre, hát nem sokáig esett a felhőbe, mert hamar megdöbött szegény. Olyan szélvihajba került, hogy szétszedtek. Hát ilyen valami nyilvazonában beesett, aztán pillanattal szétvitte. Meleg is volt. De az volt az érdekes, hogy meleget is mutatott. Hát ameddig szegény tudta, közvetítette az adatokat, aztán megdöbött. Na nézzük meg a Szaturnusz, a következő nagy. Mert ennek még nagyon sok kis holdja van, de azokat most nem érdemes megnézni. Ez egy nagyon szép látványos bolygó, egy ilyen gyűrűrendszer veszi körül, és a gyűrűrendszerben benne is kerik volt, ilyen kis szikladarab. Ezt a nagy rést, ami a gyűrűnek, ami most éppen Vácipere elfolytotta, az a nagy rés, ami ott középen van, az a fekete csík körbe, az a Cassini rés. És ott van egy kis bolygó, itt, vagy kis hold, ami itt benne kerik. Az a Pán, az benne kerik, és itt kisöpli onnan ezeket a törmelékeket magával. És azért is csináltam egy ilyen utat magának, szerintem utattak a Jupiternek. A Jupiter, vagy a Szaturnusz ilyen kőzuzalék veszi körül, ez egy szétrombant, porrá szétment hold, ami ott beállt a Szaturnusz körül ilyen gyűrűalomba. Az Uranusnak is csak nagyon halvány egy gyengécske. De nem gyűl ilyen? Tessék? Miért? Lapos korom miért nem cső alakú a portál? Meg miért nem gömb alakú? Hát ez meg a másik. És körülnézetben nagyon érdekes, hogy látszik a bolygó árnyéka a gyűrűjét. És azt nem értem, hogy a Jupiteren keresztül hasonló minárkára, itt csak lapos. Hogy? A Jupiteren, ahol lapos össze-vissza mennek, körbe. Igen, ez inkább hasonlít egy bolygórendszerhez, de azért, ha egy kicsit eltávolodunk tőle, akkor látszik, hogy ennek is van egy csomó oldja, és azért nincsenek egy csíkok. Látod? Uh-huh. Ott mutatják azok a karikák, hogy nincsenek az ilyen sípa. De nem annyira kaotikus, mint a Jupiter, jobban egy sípa vannak azért. Hát ezek önálló világok, ezek borul örül nagy bolygó, a Szaturnusz is. Hát kisebb a Jupitertől, de még így is borzalmasan nagy a Földhöz képest. Még egy ilyen kis porvagonul lenne mellett a Föld. Tehát ez egy hatalmas nagy bolygó. Van még két nagy bolygó a naprendszerünkre. Szerencsére távol keringenek tőlünk, mert akkor nagyon sokat esik vele a közelkezőnek. Pedig örült nagy gravitációjuk van, és ezzel letakarítanák rendesen a Földet. Mert az árapályt akkor lehet csinálni, hogy lemosná a Földet az óceán. Tehát nem lenne jó. Menjünk tovább a valamelyik nagyobb oldjára, mi a Titán. A Titán, én a megbetrészt. Oda légy most fog majd leszállni a sokára egy űrszonda, igen, hónapokban. Igen, a Titánra most mondja a Feri, hogy le fog szállni egy őszonda, ami érdekes lesz. Tehát ő pár hónapon belül tudunk róla információkat, képeket, szép közeli képeket a Titánról. Mert ha leszáll rá, akkor a felszínéről is kapunk képeket, az már úgy érdekes lesz. Na nézzük meg a Titán. Andorra is. Hát nem sok információ van róla, ilyen virtuális oldalt látunk. Nem, sűrű, metálék van annak. Hát, de nem hiszem, hogy ilyen narancságra van most, nem. Szóval, mondjuk el, hogy hát információt alig van a Titánról. Ez egy nagyon nagy hold, azért inkább Titánnak, mert nagyon nagy hold, nagyon jó van, mint a milyen. Az az 5000 km átkörüljük, nagyjából, ami voltunk meg 3000 mennyiét százat. Tehát az jóval 3600. Tehát az jóval nagyobb, ez majdnem kétszer akkor, mint ami voltunk. Szóval jóval nagy volt. Kevés információ van róla. Itt föl van a soron az összes oldjai. Beleravadtunk a Szaturnusz gyűrűjébe. Most aztán jövő részben. Igen, volt egy őrszonda, ami átment a Cassini-résen.
úgy, tehát képzeld el, hogy innen úgy be tudták irányítani, hogy beálltunk a passzimilésen a szaltóhoznál. Azért az nem is nem gyengébb dolog, bizony. Azért ezek a űrkutatási csoportok hatalmas munkát végeznek, és nagyon izgalmasak vagyunk. Azért vélezik vele, mert hogy más a billentyű, mint az ő gépén, és mindent össze-vissza nyomkod. De hát azt nem vagyok tudja a közösség, mert hogy, hát, hogy nem te vagy ilyen gria, hanem a billentyű más. Nem, az iszony és az éjt fölcsérjük, akkor az nagyon meg tudja rendelt viccelni. Most az adottán következő bolygóra az Uranus és utána még a Neptunus. Ezekről szintén nagyon keveset tudunk. Igen, dolgott egy hátast a program. De nem majd újra lehet indítani. És... Na most már... Szaturnust láttuk, menjünk tovább az Uranuszra. Ott van Uranusz. Ennek is vannak ilyen halványka gyűrűi, ezt is űrszobrák fedezték föl, de hát igazából nem olyan, mint a Szaturnuszé, de azért ilyen karika veszi körül. Nem sokat tudunk a felszínéről, felborítják óriási nagy bolygók, ott vannak a holdjai, ott keringenek körülötte, vannak azok is egy jó pára. Mondjuk a Titánia szintén egy elég nagy hold, vagy a Miranda, milyen érdekes, hogy egy fut nevezett holdjai. Ezekről már van fényképe, tehát ilyen szondák már küldtek fényképeket róla, így aztán lehet valamit róla tudni, körülbelül hogy nézhet ez a mondjuk. Hát ott látszik a felső oldalon, egy csomó zöld felirat van egymáson keresztül kasul, ott azok a holdjai. Tehát kerít egy csomó volt körülbelül, de kisebb van itt holdak. Ez is óriás bolygó, még ehhez képest is sokkal kisebb a föld. Ugye ez mennyi a sugara? Titániának 800 km a sugara, hát 1600, ez kisebb, mint ami volt. De az Uranusnak is jó nagy bolygó az. Zoli jelenek elvétel. Már elhagyjuk, tehát itt se az Uranusnak még egyszerű más. Megeztik a mindenki. Itt van, az Uranus. Az Uranus, hát az már ott van. 27200 km a sugara. Na, az már úgy nagy. Mert a Földnek 6000, úgy azért jóval nagyon bolygóról van szó. Hát nekünk ott, hogy mondjam neked, a tömege miatt nem lenne jó járkálni. Szóval körülbelül olyan halcsinta formában alakulna a Földön és nem tudná találni. Van át tömege hatása. Hát menjünk tovább, ezért menjünk tovább még a bolygók közül, amit érdemes megnézni a Neptunust. Egy kékezöld színű, ott van, a kékezöld színű ilyen bolygó, ilyen felhőcsíkok vannak. És nagyon érdekes, mert vizes bolygónak nevezték mindig, de honnan a fenéből tudták, mikor még föl sem fenézték. Tömegborzást honnan tudják meg? A keringési pályájából nem tudják állapítani, tehát meg a bolygó körül keringő holdakról. Meg egy csomó minden segít. A csillagászokban egy nagyon jó módszereket találtak ki arra, hogy ki lehessen számolni, hogy egyáltalán úgy, hogy mekkora a tömege, milyen a sűrűsége, ilyenek ki tudnak számolni. Hát ez egy tudomány, egy csillagászok, egy nagyon jó kis tudomány, csak hát most fog igazán nagyon fejlődni, hogy a kicsit belelátjuk a világba. Hát ez az utolsó bolygó, amit érdemes megnézni, ezen túl már csak a Plutó van, ez az is egy hold lényegében, egy eltévedt hold, mint a Merkur, és ez látszik a Plutó még. Nem is fog róla képet adni, az egy ilyen valami kitaláció képet ad róla. A lényeg, hogy ez egy eltévedt hold, és körülötte kering egy Káron nevezetű, még kisebb hold. Ez a Plutó is van, a Káron,
amikor a felakul, mint a bútó, és kerül körülötte, ez is egy eltévedt volt. Tehát valami átment a naprendszeren, és piszkosul megfésültek az akkor. Mi rendre vártam rendesen, és szamaszét kóboroltak a holdat, de aztán beálltak mindenféle bolygópályákra, mert befogták őket a nagy bolygók, mondjuk a Jupiternek a Szaturnusz befogta ezeket, és hát aztán hálálatok körülötte, és azokosan kerültenek. Voltak már katasztrofák, bolygóméretüket, vagy a naprendszerméretű katasztrofák is itt, aminek a történetét azért őrzik a mondák, mert az a nagyon érdekes, hogy tudunk bizonyos dolgokról, a mondákról, a megtörtént eset. Tehát, hogy eseményként írja le, például a sumér agyaktáblákon rajta van mind a 9 bolygó. Igen, a Galilei Nikol 1609-ben fedezte fel a távcsöveket, pontosan nem ő vett egy, azt hiszem mondom, de látta valaki, egy korban fedezte fel előtte, hogy ugyanabban az évben. A lényeg, hogy ő csinálta meg az elsőt, amit tudunk, és az benne nagyon-nagyon érdekes, hogy még nem is látták a Plutót, mert hogy a Plutót csak 1930-ban fedezték fel. És mégis rajta van az agyaktáblákon, de ezen kell elmondani. Arra csodában, hogy tudták, hogy ott bolygók van. Tehát az azt jelenti, hogy a távolról jött a csillagrendszerekből és földönkívüliek, akár el is vihették megmutatni neki, nem ott tárcsőbe látta, hanem akár oda is vihette, hogy na nézd meg ez a Plutó, na nézd meg ez a Szaturnusz, na nézd meg ez a Jupiter, oda vitte egészen, és így megmutatta neki. Leszállt vele, ahova le lehetett szállni, hogy tehát ahová érdemes volt. Tehát ezért aztán volt jól a tudásuk, és ez egészen elrugaszkodott a törvényt a mai tudást. Innen a napot megnézzük, az még érdekes, hogy hol van a nap. Az a maszatott végig az a tejút a képen, de hát nem így néz ki, majd mindjárt megnézzük igazából. Nem nagyon jól látszik a tejút most, mert a tanulóban, és az nagyon ilyen fényel szólja meg az eget, és sajnos nem lehet jól látni. Bár most már később kell attól. Ez a percen kívül is visszatomra? Igen, mindjárt kivegyünk most a napot akartuk megnézni, nem találtuk. Hát az nagyon ott van. Az a nap. Igen. Hát az a nap, de nem akartam, hogy oda menjünk hozzá, hanem éppen arról szólt a történet, hogy a Plutótól az csak egy kis hangyaszar, tehát 6 fényórára vagyunk a Plutói kimész, akkor a nap már csak egy nagyon fényes csillagnak látszik onnan. Ott aztán melegen, szóval nem fogsz izzadni, biztos, a nap miatt, a napsütés miatt. A fél is 6 óra térje el a naptól a Plutót. Hát úgy messzire van. És még ilyen is van, hogy olyan naprendszernek. Nem lehet kétkérdő a Plutó hőmérsékleten a Plutónak? Igen, a Plutó hőmérsékleten 42 fokot ad meg, de kell vinte. Az azt jelenti, hogy mínusz 230 fok hideg van, úgyhogy mind a csóba meleg van. Nem izzad a nyelvet. Itt az orjat látjuk éppen most, a háttérben itt alul. Szóval a föld keringéséről, aztán lassan majd elhúzunk a naprendszert. Végül gyorsan is kérjük. Ugye, erre is kérjük? Balra kerül. Ez az északi sark. Na, ilyen távolságban is már látható, egy picit távolik, így csökken a távolságban. Most elég közeledik a föld. Ilyen hihetetlen sebességgel csökken a távolság közöttünk. Ez 13.810, 208, nem is tudom. Zuhanunk a föld felé. Zuhan felé kvázi. Igen. Kicsit közelebb megyünk. Akkor már látjuk, hogy hogyan halad ki a szövőről, a szövőről. Ilyen gyorsan közeledünk hozzá. Hogyha mi állárunk, csak az képes. Itt a földi csatornán is. Itt a Nunes deltája, itt a földi csatornán. Most zuhanunk a föld felé, jön felénk a föld. 28 km másodpercenként is sebességgel döngött felénk a föld, úgyhogy
Úgyhogy, ha úgy javarná, az úgy rendesen jön. Rendesen jön, egy hatalmas nagy gödröt ütnél a földön. Nem kéne kudaszulni egy darabig, de jól nagy kudaszulná.
Hát ennek az alapján nem lehetne az űrből tájékozódni, a színuszok még csak 10 fényéve sincs. Képzeld elmenni még messze. Hát reménytek. Hogy melyik egybe születtél? Melyik egybe születtél, tudod? Na, menjél egy kicsit még messzebb, és akkor majd rájössz, hogy hú. Aha. A ringe az az Orionban van. Ott jobb arra föl. Aha. Nem csak azt tudom egyszerűen belülni. Igen. Betekhoz az nincs olyan messzire tőlük, mint egy balra. Hát egy fekete lyuk azt mondogatják, hogy a galasz is között egy fekete lyuk van. Hát egyáltalán nem tudom, hogy azért te arra gondoltad, hogy akkor ugyan, azt csak teóriákat tud megvalósítani, nem a valóságot. Na ez a különbség alkalmaz. A csillagászati program és a programozás között meg a valóság között. Főleg olyan, mint a térkép és a terep között. Hogy ezek is sok sűrű apró gondolatok. Mi azt mondom, ez oda érsz, akkor rájössz, hogy ez egy ilyen meredek megy. A nagy képület ott semmivel lesz, az aztán oda érsz, akkor rájössz, hogy oda ott egy szabadék van. Nem bizony, csak oda forgat. Nézd meg, hogy mi lett a csillagképekről, egy kicsit elmentünk. Ezt is vedd fel. Találkozom. Látod, hogy mi lett a csillagképekről? Tehát azok az összekötő gondolatok, mert összekötötték a csillagképeket, az egy nagy gondolat, hát ez egy soha mondjuk életben. Több vissza csillagok vannak. Ennek a programnak van egy borzasztó nagy előnye. Ugye még sok mindent nem tud az univerzumról, de legalább már térbeli. És miután térbeli, hát jóval bonyolultabb a kezelése, mint egy sík csillagtérképnek, de lehet belőle tanulni. Ha valakinek van ott az internetje, amit nincs, akkor letöltetni a barátjával, ez egy ingyenes program. Tehát ezt le lehet tölteni az internetről, teljesen ingyen, és nagyon sokat meg kell rajta játszani, rá jó hatalom. Körbejárja a plejánok csillagképet, látod? Ez két darab csillagból áll, de még több is van, csak igen. Aha, megvan. Jó, kicsit fölkötöztem. Na hát ezért egy hengerszerű tér részben foglalnak helyet a teját csillagai, és mi pont a henger alapja felől nézzük. Ezért másképp. Kb. Innen. Innen azt hiszem kb. De valójában ezek most találkozik a tudatban. Hát, nagyon szép, megnézhetjük az M51-et, az biztos benne van, mert az egy nagyon látványos galaxis. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy galaxis. Megnézhetjük az Andromédát. Na, és képzeljétek, hogy ilyen valami sok csillagban is azt gondolják, hogy csak a föld körül van, vagy földünk van élet. És ennél csak egy csökkentett adatbázis, mert belőle 50 megabájt egy 2 millió csillagot tartom az adatbázis. Csak úgy, hogy mindig nem a 100 milliárdos, hát ne elképesztő zóni. A 100 milliárd csillagban csak a világ összes. Keresd meg a izét ebből, mert egyet az jól. Ugye egyébként, ha fölmész a világűrbe, akkor sokkal több csillagot látsz meg a körül. És térbelinek látod a világűrt, fantasztikus. Fantasztikus. Az űrhajósok mesélj, beszélgetett űrhajósokkal kettőről is. Hát többen is beszélgettem, csak azok nem földiek. Ez a meg kicsit többet tudtak csillagászokni. Ja, csillagászi távolságok. Milyen a fénysebesség persze gondolom a menet? Lenni az ilyen, akkor négy év alatt érünk oda, ne csináld. Nem. Ez a fénysebesség persze gondolom.
Hopp, az a csillag ott már el. Az is. Saját kombáját látjuk ilyen szép kőtárban.
állná a régi üstökös, és ezt látna. Ezt a karikákat, vagy felirasztott el. Hát ez ezért elég silányának vastag. De azért minden esetre van, hogy mehetőről is próbálhatni. Van-e kívánság? Tutatis. Tutatis. 41-72, Tutatis, az a tudjacsont alakú üstökös vagy meteorit, amiről most egy is sokat cikkeztek. A belső. Ott van. Ott van. Marduk benne van? Nem sokára benne lesz. Igen. És kiváltnád a Nikán nevet? Igen. Hát ez egész fontosan. Ez ennek gondos, majd a Nikán nevet. Nézzük a korábbi. Dárius kérdés. Az elég. Nem tudom, hogy egy gondolnak, egy Dárius. Ezek is egy gyermeket fogalmak, hogy végül lesznek a sugarak, hogy így. Úgyhogy a legnagyobb és legkisebb hátvédőt. Jó, tudod, ez volt más kívánság. Hát akkor hölgyeknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük a kis kercegek munkálatokat, köszönjük a világ. Én kívánk, hogy egy kicsit olyan, hogy miért legyen.